csapat, ahogy felépítette önmagát és hozta a pluszokat, a védekezést külön kiemelni. Nagyon mindig tudtunk a labda körül többen lenni, mezette a Rándi nagyon-nagyon fantasztikusan védett, és hát ami nagyon fontos, hogy nem tudtak a hibáinkból leindulni a franciák, ez is egy óriási fegyverszény, illetve hogy a Fazekas tudott hárítani, azt gondolom, és a három gólokról kétszer is felálltunk, tehát ez egy óriási dolog, és utána, hogy mentünk előre, onnantól lehetett látni, hogy mi akaratunk érvényesül a franciáknak, kellett kockáztatni, és tényleg egy nagyon szép este volt a mai. Lohmeier pedig azért szakaszaiban találkozott a labdával bizonyos helyzetekben, és ez nagyon-nagyon jó volt, nem tudott bravúrokat hozni már a második félidőbe, tehát amikor úgy nézett, hogy három gól lesz, vagy volt, akkor picit, mint hogy megnyugodott a francia csapat, és onnantól azt gondolom, hogy lejátszották ezt a védekezést, váltani is kellett a védekezésben, de az sem jött be, hál' Istennek. Jó lenne bemenni a négybe, mert nyilván az adna egy nagyon szép lehetőséget. Ugye, de hát szerintem a másik ágon biztos, hogy bemegy a szerveket beviszik, mert én azt mondtam, hogy szerb-horvát döntőt akarnak, de hát aztán a fene se tudja.